Szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Jászmin, remélem jól vagytok. Most van egy kis időm, Szulejmán elment játszani, úgyhogy most tudok nektek megint valami jó dolgot hozni, úgyhogy kezdeném is. Aki szeretne e-mail jóslást, az írjon sziget31@gmail.com. Aki szeretne rontáslevételt, átoklevételt, annak itt vagyok, írjon. Mit jelent a rontás? Az, amikor valaki rosszat tesz, és valami fekete varázslatot csinál rád, és hat rád, beteg leszel, nem jól leszel, kirúgnak a munkahelyről, elhagy a párod. Az átok pedig az, amikor megátkoznak szóban, és rosszat kívánnak neked nagyon erőteljesen. Onnan tudod, hogy átok van rajtad, hogy rosszakat álmodsz, futsz ilyen csúnya állatok elől, és minden rossz történik veled igazából, olyan dolgok, amik általában nem szoknak, és legalább egy hónapig is tart, 2-3 hétig is tart, tehát hosszabb ideig tart. Úgyhogy akinek kell, le tudom venni a rontást. Aki szeretne fehér varázslatot, mert úgy érzi, hogy a párjával nem mennek a dolgok jó, hát ha segít, van mikor segít, és van mikor nem mindjárt az első segít, és van mikor abszolút nem segít. Aki szeretne oldásgyógyítást, az oldásgyógyítást, mert saját életében el van akadva, ugyanazokat a köröket futja, nem sikerül neki semmi, a párja elhagyta, nem először, nem másodszor, már minden kapcsolat a zátonyra fut, és ugyanazokat a dolgokat ismétli, amit a szülei ismételtek, például ha az apja ivott, akkor most a barátja is iszik, ezeket bizony oldani, gyógyítani kell. Van úgy, hogy másoknak a terhét cipeljük, nem is a miénkét, nem is ismerjük azt a családtagot, akinek a terhét cipeljük, így vissza kell neki adni. Aki szeretne füstölőket, szerelmit, hogy visszajöjjön a párja, vagy jobb legyen a kapcsolata, annak tudok még adni, meg lehet rendelni. Aki szeretne kulcstartókat, talizmánokat, megvédő fekete mágiától, átoktól, balesettől magaddal kell vinni, az írjon. Vannak karkötők, amiket majd haza fogok küldeni, minden betegség lehet előre rendelni. Június 15-ig otthon lesznek a szép karkötők, amiket fel kell húzni, és megvéd téged azoktól a dolgoktól, amit szeretnél, vagy segíti az életedet, sokkal jobban, vidámabb leszel, nem leszel depressziós, segíti a betegségeket meggyógyítani, nagyon jól. Aki szeretne Ciprusra jönni, annak el szeretném mondani, hogy hogyan működik. Kedd szerdáig meg kéne venni a jegyeket, ti veszitek meg, hát ha csomag is kell hozzá. Budapest, Larnaka, Budapest. Október 7-től 15-ig megyünk, 7 éjszakára. Ez a hotel 5 csillagos, az északi részen, ami tengerpartos, svédasztalos reggeli és vacsora. Aki szeretne ebédet, biztos lesz rá alkalom. Az külön kell fizetni, van török fürdő, szauna és tengerpart. Ehhez még csatlakozik egy díjunk Monikával, amit egy hétig gyógyítunk titeket, most kedvezménnyel annyi, amennyi lesz, megírom e-mailbe, hogy mennyi, és ezt majd adunk határidőt június 15-ig kifizetni, azt is nekem kell, és a szálloda másik felét is akkor kell. Most, amikor megrendelitek tőlem ezt az utat, most a repülőjegyet kell megvegyétek, és a szálloda felét az feltétlenül, mert szerdáig azt is le kell foglaljam, amúgy eladják másoknak, hisz október hiába van messze, október a legjobb hónap arra, hogy Ciprusra menjünk. Úgyhogy aki nem érti, hogy hogy is van, az írjon sziget31@gmail.com. Most pedig nézzük a kártyákat. Először húzom, aztán mondom. 10-es kelyhek. 10-es apródja. 10-es botok. Nehézség. Lovag botok. Kettes kardok, 6-os kelyhek, valaki vissza akar jönni a múltból, királynő botok, 9-es kelyhek,
botok lovagja, kardok királynője, szerető, csillag. Még hozok egy-kettőt. Pénz. Talán ő az igazi. Lelkitárs. Nyugodtan szerethetsz. Visszavonulás. Különválás. És flört. Majd még fogok húzni. Úgy érzem, akire gondoltok, mindegy, hogy férfi vagy nőre, a ti szemetekben olyan bűbájos kis aranyos, nagyon törékenynek mutatja magát, és ráadásul még magabiztos is ez a valaki. Úgy érzem, hogy te segítetted ezt a férfit érzelmileg helyrejönni, és rendbe tenni őt. Amikor hozzád jött, akkor lehet, hogy problémában volt, és te segítettél neki jobban lenni, nem volt jó önmagával, te segítetted a szárnyait újra, hogy tudjon repülni. Úgy érzem, hogy átláttál a szitán, amikor veled volt hosszabb ideig, hisz ez a férfi úgy érzem, hogy maszkot viselt, és nem mutatta az igazi érzéseit, nem mutatta az igazi arcát neked, és mindig úgy viselkedett, hogy kételjesen. Volt, mikor jó volt, aztán volt, mikor a hideg vállát adta, és elfordult tőled. Úgy érzem, hogy veszekedések voltak, nem értettetek együtt, és mint mondtam, hol hideg, hol meleg vállat adott neked. Lehet az is úgy érzem, hogy csúnyán beszélt, vagy kritizált téged, lehet jó pár dolgot mondott neked, amit nem kellett volna, és minden rossz dolgot, ami az életében történt, az rád vetítette, és úgy érzem sajnos, hogy legjobban a hamis arcát láttad igazából, holott bűbájos is tudott lenni, mert nagyon fontos neki, hogy az emberek mit gondolnak róla, ezért mindig egy olyan ember, aki kitűnő mások szemébe, aranyos, kedves, magabiztos, csármos, mindent, amit el lehet mondani egy férfiről vagy egy nőről, pozitívan, az mindők tudta mutatni, úgy mondanám, hogy jó színész volt, de viszont ami jó dolog, hogy te átláttál szitán, és bizony lerántottad a leplet, ami neki nem tetszett, sőt annyira megbotránkozott, hogy lemered rántani a leplet, hogyan ismerted fel azt, hogy ő nem boldog, hogy nincs jó, hogy irigy, hogy féltékeny mindenkire, aki jobb őtőle, szebb, jobb, aranyosabb, kedvesebb, gazdagabb, mindenfajta jóval megvan áldva az a valaki, azt ő elutasítja, és bizony nagyon-nagyon féltékeny. Te ezt észrevetted, hogy nem minden arany, ami fénylik, és ezt el is mondtad neki, valószínű, hogy a fejéhez vágta olyan dolgokat, ami bizony nem tetszett, és sokkot kapott, hogy hogyan meredte ezt neki mondani. Itt van a kettes kardok, elkezdett aggódni, vagy inkább úgy mondanám, hogy mérges lenni, hogy most mi lesz, hogy te megláttad az kardok királynője, hogy ő bizony nem olyan legény, mint amit mutatja. Úgy érzem, hogy ez a férfi nem gyógyult, amikor hozzád jött, sok problémája volt gyerekkorában, lehet nem voltak szülei, vagy intézetben volt, és összeszedett minden rosszat, amit lehetett, és ezt így hozta neked, és így hozta a többi embereknek is. Úgy érzem, hogy nem volt rendes kapcsolata neki, mert mindig kimutatta a foga fehérét, hogy oké. Azt mutatta, hogy nyugodtan szeretheted őt, nem lesz semmi probléma, hisz a lelkitársad valamilyen szinten. Úgy érezted, hogy talán ő az igazi, igen ám, de aztán amikor kimutatta a foga fehérét,
akkor csalódott voltál, szomorú voltál, te is aggoltál, hogy mit lehet. Amikor jól volt, akkor 9-es kelyhek, 10-es kelyhek, a boldogság házába repített téged, megígért minden, fűt, fát, szerelmet, mindent letett a lábaid elé, aztán ha valami rossz jött az életébe, vagy nem álltál neki haptába, akkor aztán volt a hadd elhadd, akkor kritizált téged, elmondott téged mindennek, elmondott rossz csúnya szavakkal téged, egy páratokat, nem mindenkit, és bizony akkor csak rökönyödtél nézve, hogy ugyanaz az emberről beszélünk, sajnos igen. Azt mondom egy jó páratoknak, nem mindenkinek, ez a férfi hamis arccal jött hozzád, és végig a bűbájosság helyett egy hamis ember volt, és úgy érzem, hogy hátat fordított neked nagyon sokszor, és néha te futottál utána, aztán ez nagyon tetszett neki, azt akarta, hogy kergesd, hogy fuss utána, hogy szeressed, és mégsem tett semmit azért, hogy ezt viszonozza. Úgy érzem, hogy nem játszadozott, inkább úgy mondanám, hogy manipulált téged, tudta, hogy hogyan érheti el a szívedet, tenyerén hordozott akkor, amikor kellett neki valami, ha kellett neki talán pénz egy párotoknál, akkor tudott szépen viselkedni, aztán másnap már megint volt a hadd elhadd, és amikor kellett neki valami érzelmes dolog, vagy valamit akart, hogy csinálj meg neki, akkor tudott aranyos lenni, akkor tudott lenni a botok lovagja, az apró botok, a botok lovagja, az apró botok és a lovag botokja is, akkor tudott kedves lenni, és megbíztál benne újra és újra, lehet nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, de sajnos azt kell mondjam, hogy irigy rád, szeretne olyan lenni, mint te, de nem tud olyan lenni, mert annyira sérült ez az ember, úgy is mondanám, hogy nácikus, hogy nem tud olyan lenni, amilyet te szeretnél. Lehet most külön váltatok, de igazából téged meg akarnak védeni itt az angyalok, hogy ne higgyél neki, hogy nem mind arany, ami fénylik, de ezt tudod jó. Az embereket be tudja csapni, az emberek azt hiszik, hogy minden rendben van. Az embereknél tud nevetni, tud szórakozni, tud búbályos lenni, tud mutatni, mert azokat is csak kihasználja. És az emberek azt hiszik, hogy ő jó barát, de igazából nem akar barátokat, és senki nem a jó barátja, sajnos. Úgyhogy nálad úgy érzem, hogy attól függetlenül, hogy amilyen, mégis lelkitársnak érez téged, azt érzi, hogy például nem szeretlek ma téged, mégis vonzódok hozzád, hisz azt gondolja, hogy a lelkitársa vagy, telepatikusan megért téged, és mégis flörtöl veled, mégis szexuálisan vonzódik hozzád. Hát hogyan van ez? Ez úgy van, hogy sajnos nem mindig a jó embert tudjuk bevonzani, és van úgy, hogy egy olyan valakit szeretünk, aki nem érdemli meg, ez itt is van. Mint mondtam, nem mindenkire illik ez a jóslás, de egy párotoknál úgy érzem, a felének bizony illik rá, hogy hamis embert választottatok, és ez az ember igazából manipulál és kontrollál téged, és úgy érzem, hogy igazából nem szerencse, hogy az életedben van. Ha külön vagytok, akkor még mindig figyel téged messziről, és ha látja, hogy jól vagy, le akarja törni a szarvadat, ha látja, hogy jó vagy, akkor rosszat akar neked, azt akarja, hogy te legyél lent, és ő legyen fönn, és azt akarja, hogy ne ő fusson utánad, hanem te fussál utána, sajnos. Szomorúságot okoz neked, annak örül, amikor szomorú vagy miatta, annak örül, amikor lent vagy a padlón, és ő szeretne szerencsés lenni, ő szeretne gazdag lenni, hisz itt van a pénz, ő szeretne kiváló lenni, arra vágyik, hogy az emberek istenítsék, arra vágyik, hogy az emberek felmagasztalják, arra vágyik, hogy az emberek felnézenek rá, de ő nem adja meg ezt az embereknek, nem tudja megadni, mert úgy mondanám, hogy belül hiába mutatja, hogy rossz ember, igazából csak egy morcos gyerek, aki nem kapott meg dolgokat az életében. Mit mondtam nektek? Az ilyen embert meg kell áldani, kívánni neki sok jót, és kívánni neki azt, hogy legyen boldog, és végre helyre jöjjön, de sajnos úgy érzem, hogy nem tud még helyre jönni, hisz annyira sok benne azok a fájdalmak, a blokkok, amit innen-onnan hozott, hogy nem tud egy perc alatt meggyógyulni, és mivel féltékeny az emberekre és rád is,
nem látja a fától az erdőt, hogy bizony te segítettél neki, hogy te segítetted kinyújtani a kezedet, hogy te segítetted emberré tenni őt egy páratoknál, mégis ő nem érzi ezt. Egy páratoknál, amikor nincs jó, akkor újra írni fog, hú de szeretlek, hú de jó vagy, aztán amikor újra befogadod, sajnos újra eljátsz azokat a dolgokat, hogy nem lesz jó. Lehet veszekedtetek, lehet kritizált, lehet azt mondta, hogy te nem vagy jó, lehet téged illetett, aki koldulja a szerelmet őtőle, úgyhogy úgy érzem, hogy a lelkész az azt akarja mondani nektek, hogy gondoljatok magatokba, hogy tényleg akarjátok ezt a férfit, mert jelenleg azt kell mondjam, hogy nem szolgálja a javatokat, és igazából csak hátráltat titeket, szerencsétlenséget hoz az életetekbe. Ő szerencsére vágyik, de azért nem kaphatja meg, mert egy kicsit úgy mondanám, hogy igen, arrogáns, egy picit gonosz, és mindenkibe a tüskét látja, de magában nem látja a gerendát, sajnos. Mint mondtam, vonzódik hozzá testileg, lehet, hogy egy párotokat szexuálisan kihasznál, aztán amikor vége, aztán elfordul tőled, és a hideg vállát látod. Mint mondtam, mindig érdekember, az az érdeke, amikor szeretetet kap, vagy jó dolgot vagy kap, vagy pénzt. Úgy mondanám, hogy koldulja a szeretetet, a szerelmet, de ő nem ezt akarja mutatni, hanem azt akarja mutatni, hogy ő egy stabil ember, aki mindig jó, és nem mutatja azt, hogy igazából ő egy törékeny ember. Barátok, úgy érzem, hogy nincsenek barátai, nem akar ő barátokat, nem akar ő senkit. Azt hiszik az emberek, hogy jó barát, de mint mondtam, nem. Csak addig kell neki valaki, amíg meg nem kapja a dolgot. Úgy érzem, arra az időre vár, amikor gazdag lesz, amikor jobban lesz, amikor minden rendbe jön. Mindig várja azt az időt, hogy majd csak eljön az ő ideje, amikor nagyon gazdag lesz, amikor mindenki szereti, rajong érte, hogy a lába elé hevernek, és arra az időre vár, amikor magyarul ő lesz a király, amikor kihúzhatja magát, és amikor isteni áldás jön fentről neki. De amiért úgy érzem, hogy irigy és manipulálja az embereket, ezért nem ő fogja megkapni, hanem téged védenek, látod, védenek körbe az angyalok, hogy igazából ettől a férfitől, ha lehet, akkor megszabadulj, mert úgy érzem, hogy ebben a percben ő nem neked való. Még nézzük meg, hogy esetleg mit üzenne ő neked. Amit érzek, azt, hogy mérges rád. Piros azt jelzi, hogy meleg és mérges. Mérges rád, hogy elmerted neki mondani, hogy átlátsz a szitán, hogy lehúztad a lepedőt róla, hogy mondtad neki, hogy ilyen és ilyen, ilyen vagy. Szerintem olyan névvel illetted őt, ami nem tetszett neki, és azóta nagyon mérges rád, és igazából ő egy lelkibeteg ember, tehát jelenleg nem százas, úgy mondanám, hanem mérges ember, aki rád vetíti a mérgét. Szeretne ő is megpihenni amúgy, szeretne olyan életet élni, mint te, szeretne ő is boldog lenni, de jó, rossz helyen keresi ezt a boldogságot, tehát olyan emberektől várja, akik nem adják meg neki, te megadnád neki, te tőled meg nem kéri, csak hébe-hóba, úgyhogy te döntöd el, hogy akarod ezt az embert, de jelenleg úgy érzem, hogy mérges. Én úgy érzem, egy páratok még mindig szereti ezt a férfit, hát te döntöd el, hogy meg-e változik, azt csak a jó Isten tudja. Úgy érzem, a közeljövőben nem. Nézzük, hogy mit akar még üzenni nektek amúgy. Nem vettem észre azt, amin van, addig, ameddig késő volt. Lehet külön vagytok, és lehet, hogy valamennyire magában néz, és fog neked írni, hisz ott van a levél, és megbocsájtasz neki. A rossz hírem az, hogy újra el fogja játszani ezeket a dolgokat, amit már eljátszott. Azt kérdezi, mit gondolsz róla. Nem fél attól, hanem inkább mérges, hogy kritizálod őt, és nem szereted őt jelenleg. Mérges attól, hogy megláttad a gyenge pontját, hogy nem olyan, mint amilyen.
te általad közelebb kerültem a spirithez, igen, valamennyire már kezd gyógyulni, de nem teljesen, mert a spirit nem akarja, hogy örökké ilyen maradjon. Nem tudtam kezelni ezt a kapcsolatot úgy, ahogy kellett volna, mert nagyon sok spirituális dolog volt benne. A múltbeli karma az miatt vagyok ilyen és félek, ezért voltam ilyen. Igen, ezt is lehet mondani, hogy a rossz karma miatt én úgy érzem, hogy gyerekkorából hozott innen-onnan összeszedett dolgok miatt vált egy olyan kemény, féltékeny emberi, mint amilyen, úgyhogy jelenleg úgy érzem, hogy egy páratoknak nem szolgálja a javát, úgyhogy te gondold meg, hogy mit akarsz tőle, de úgy érzem, hogy ebben a percben kutyából nem lesz szalonna, hiába fogadod vissza, újra probléma lesz, és újra külön kell váljatok. Tudom, hogy nem a legjobb jóslás, de sajnos ezt el kellett mondjam, hogy vigyázzatok vele, mert hamis állarcot visel. Köszönöm szépen, legyen szép estétek, sziasztok!